1978. január 5-én került vissza az Amerikai Egyesült Államokból a Magyar Szent Korona. A 90. ünnepi könyvhéten a Békés Csabai születésű dr. Valasnyán Pál tartott előadást a Békés megyei könyvtárban, ahol a korona szerkezetéről, méretéről, díszítéséről és a koronához fűződő legendákról beszélt. Sok érdekességet árult el a korona viszontagságos történetéről, őrzéséről, a koronázási ceremóniáról, valamint hazaérkezéséről. Amiről beszélni fogok, az 1978-as hazaérkezése a koronának, ugye az utolsó hazaérkezés, ez azért fontos, mert azóta van kiállítva és azóta látható a korona. Fogok beszélni arról, hogy volt a Szent István fején, vagy nem volt Szent István fején, egy darabból áll, vagy két darabból áll, mire használták, mi az, ami rajta van, mi az, ami nincs rajta, mit jelent nekünk, és egyáltalán Magyarország számára miért fontos ez. Meg hogy miért szent. Dr. Valasnyán Pál jogász, koronakutató kérdésünkre elmondta, hogy már 25 éve foglalkoztatja ez a terület, és a Szent Koronával kapcsolatban nem csak az országon belül, hanem több határon túli magyar lakta területen is tartott már előadást, mint például Erdélyben és Felvidéken. Ugye, aki a jogi egyetemre jár, az nehezen ússza meg a Szent Korona eszme történetét. Én is itt találkoztam ezzel, és egy szakdolgozat készült a Szent Korona tanból, amit én írtam meg annak idején. Ez ugye a 90-es évek az alkotmánymódosítások időszaka volt, és a rendszerváltás időszaka. Azóta ugye az alkotmányunk többször megváltozott, a Szent Korona tan nem változott meg, és én azt gondolom, hogy ez egy olyan alkotmányos alap, amire fel lehetne építeni bármikor az ország teljes gazdasági és társadalmi struktúráját. Úgyhogy én azt gondolom, mindenképpen célszerű ezt sokaknak ismerni. Az előadáson az idős korosztálytól kezdve a fiatalokig egyaránt részt vettek, hiszen több iskolai osztály is ellátogatott az eseményre, és ők is figyelmesen hallgatták a Szent Korona történetét.